Karcagvárosi önkormányzat 499,99 millió forint vissza nem térítendő Európai Uniós támogatást nyert a terület és településfejlesztési operatív program plusz keretein belül. A TOP plusz kötőjel 1.2.1 kötőjel 21 kötőjel JN1 kötőjel 2022 kötőjel 00015 azonosító számú Nagyvénkerti Városrész fejlesztése című pályázatán. Most került megrendezésre a projekt nyitó rendezvénye, melyen Gyurcsák János alpolgármester tájékoztatta a résztvevőket a részletekről. Mindenki által ismert, hogy ezen a területen nagyon kevés belvíz csapadék elvezető csatorna létezik, viszont az esők alkalmával néha problémák lépnek föl, ebből fakadóan célszerű kiépíteni egy új rendszert, amely vélhetően egyrészt a céljának megfelelő fog lenni, másrészt meg minél kevésbé fogja érinteni majd a lakosoknak ugye a különböző inger küszöbeit, látva, hogy a másik belvíz elvezető rendszernek a kivitelezésénél azért nagyon sok olyan kérdés merült fel, a lakosságnak nem feltétlenül nyert el a tetszését. Én azt gondolom, hogy ez a rendszernek a kiépítése teljesen más jellegű lesz, egyszerűbb lesz, kisebb méretekkel, kisebb dimenziókkal fog megvalósulni, ezért kisebb lesz majd a lakossági ellenőrzés. A projekt második része az egy egyéb fejlesztéseket tartalmaz, azt gondolom, hogy nagyon sok olyan fejlesztési rész van benne, mely a lakosság érdekeit legalább olyan jól fogja szolgálni. Gördeszkapálya, parkolók, térburkolatok, okoszebra képítése, kórház utcai burkolatfelújítás a körforgalomtól az Zöldfa utcáig. Én azt gondolom, hogy ez a projekt indítása most így a választások lezajlása után nagyon célszerű és nagyon jó és jó célokat fog szolgálni. A projektnyitó rendezvényen elhangzott az is, hogy a pályázat megvalósulásával a csapadékvíz elvezetési rendszer kiépítésén túl megújul a Kórház utca, illetve az Ohio tér burkolata, a szomszédos kórház jobb minőségű úton történő megközelítésének biztosítása, emeltebb minőségű közúti kapcsolatok létesítése érdekében. Az Ohio téren 3 darab okos zebra létesül a gyalogátkelő helyek biztonságosabbá tétele érdekében. A Gördeszkapálya a Kosárliget mögött, az új játszótér pedig a Kórház utca 12 szám mögötti területen kap helyet. A kialakítandó játszótér területén lévő elavult homokozó elbontásra kerül. Új játszótér, valamint komplett zárt táblás ipari kerítésrendszer létesül. Már javában zajlik a kivitelezés az érintett utcákon. A városvezetés a munkálatok ideje alatt a lakosság türelmét kéri. Várhatóan 4,5-5 hónap alatt befejeződhet a több mint 2 kilométernyi csatornarendszer kiépítése, tesztelése.